Sziasztok! A mai videóban már végre elkezdünk foglalkozni a konkrét darabokkal. És már itt az elején szeretnék kérni, vagy megkérdezni, hogy nyugodtan írjátok rám a kommentekben, hogy milyen darabokra vágytak, vagy ki mit akar tanulni, hogy mit mutassam meg, milyen stílusú darabokat szeretnétek játszani. És akkor azt fogok megelemezni, vagy megmutatom, hogy esetleg hogy lehet őket megtanulni. És akkor gondoltam, mivel is kezdjek, akkor kezdek egy magyar népdallal, tehát egy magyar népdal feldolgozása, egy kis egyszerű, kis kezdő, de valamivel kezdeni is kell. Tehát ma megnézzük magyar népdal, Megrakják a tüzet. Kezdünk is, itt most látjátok a kottát. Szándékosan csináltam a tabot hozzá, mert nem mindenki tud kottát olvasni. Tab ilyenkor nagyon jól segít nekünk, de így szoktam egyébként is, hogy két kotta részén, tehát a kottás, rendes hangjegyes és a tabos rész. Kezdünk is, tehát az egész feldolgozás úgy kezdődik egy kis apró bevezetővel, ahol igazából E-moll akkordot fogunk le, tehát H meg az E-t is. Szépen hüvelykujjal, hárfásan lefele. Ennyi, más nem kell. Itt a kottában csak kétszer van, de nyugodtan lehet, hogyha valaki szeretne átszellemülni, vagy felkészülni a darabra, lehet akármennyi. Egyébként mint egy mantra, vagy nem tudom. De tehát E-mollban. És akkor kezdődik a dallam. Az egyik videóban mi ezt tanultunk, az a váltott pengetés, és itt is van, tessék, meg is tudjuk használni. Két üres, első húr, két üres, második. Aztán van egy folytatás a dallamban. Folytatjuk a dallamot, kettes. Na de, hogy ne legyen olyan túl egyszerű, még van benne basszus dallam, tehát a basszus menet. Tehát amikor tá-tá-tá-tá-tá-tá, eljátszhatok 0-0-0-0, van egy üres A, látjátok az ötödik húra nullás A basszus, aztán van egy G, F, és akkor újra. Tehát, hogyha megnézzük, azért ide nézek, mert itt van nekem a kottám, puskázok innen. Szóval, tehát látjátok, hogyha megvan a négy ütem, bevezető, és aztán... És azután jön a basszus. Ötös. Jön a hármas G basszus. Megyünk tovább a dallam. Egyes basszus. F. Tehát megvan intro, bevezető, jó, és jön a dallam. Nyugodtan az is lehet, hogy amikor már kész a darab, amikor már tudjuk, amikor megtanultuk, már nagyon jól megy, akkor lehet egy kicsit beszédszerűen, hogy megrakják a tüzet, egy kicsit olyan, azt szokták mondani, parlando, tehát ilyen beszédszerűen. Ott a basszus. A, ötödik, ugye, még nem fogtam semmit egyébként, tényleg. Itt a kezem. Most kell fogni hármas dal. És... Itt van egy ez a legnehezebb rész, mert itt a A, E, A. Itt az A, E, A, A, és ott van az F. Basszus, az jó lenne összekötni, átadni a basszust, és... És most itt a vége. Külön most megmutatom a monitorra, hogy itt most a kottát, hogy itt ez az utolsó E, ez egy ugye a dallamnak a befejezése, de közben a levezetés is lehet, és a levezető négy ütem, számolok, hogy igen, 4, az mi? Az olyan, mint a bevezető. Tehát ugyanaz. Tehát befejeztünk, mondjuk nézem az utolsó mondat, és mi következik? Üres hatodik húr. Ahogy kezdtünk a darabot, itt. És a végén legyen ilyen záró pont, semmi más, csak az üres első húr. Csak most ez eléggé durva volt, elnézést, és akkor finoman. Egy kis utolsó sziklaparás. És akkor így hangzik el. Szólja minden hang, szóljon tovább. Nem kell. Hanem próbáljuk még, hogyha az émot lefogni, és akkor mind a három húr szóljon tovább. Megvan a hangulat. Jön a D3-os. Ott a basszus. Kössük az E-fel, 1-es. És levezető olyan, mint a bevezető. Lehet megismételni. Na, ezzel a kis dalocskával kezdjünk is a műsoralkotást, úgyhogy várom tőletek a visszajelzéseket, hogy akkor milyen darabokra vágytak, mit nézzük meg, akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz a következő, de remélem, hogy ezzel a szép gyönyörű magyar népdallal el is indítottunk egy sajátos műsor repertoár alakítást. Jó gyakorlás, sziasztok!